Sziasztok! Mai vendégünk is Izabella, aki az újonnan induló Mosoly projekt egyik meghatározó alakja. Őt fogom most kérdezni erről a programról. Mi is a feladatod a projektben? Maga a projektben én az operatív feladatokért felelős aktivista vagyok. Ez igazából annyit jelent, hogy minden, ami a háttérben zajló feladat, a player ruház regisztrálástól kezdve az emberek toborzásán át a különböző közösségi felületek menedzseléséig bezár mindenféle kreatív és különleges feladatot. És honnan indult ez az ötlet? Maga az ötlet az egyik marketing klub szakestjéről indult, amikor is meghívtuk a Hősök tere kezdeményezés egyik alapítóját. Maga ezt a kezdeményezést a híres szociológus Zimbardo és a Prezi, egy híres startup egyik alapító tagja indított el, amely szintén egy társadalmi célú projekt, és az előadást követően megkértek minket is arra, hogy indítsunk el egy valamiféle társadalmi célú kampányt, de mindez legyen eltérő az övéktől, és karunk egyik ikonikus tanára, Kecsenőt Sándor mindig úgy szokott köszönni mindenkinek, hogy mosolygó szép napot. Ezért úgy döntöttünk, hogy bár elcsépeltnek tűnhet, de mégis rendkívül fontosnak találjuk, hogy a mosoly, mely minden embert összeköt, hívjuk fel ismét erre a figyelmet. Nem szeretnék ilyen sztereotípiákat felállítani, de hogyha a mosolygásra gondolunk, akkor nem azonnal a GTK-sokra asszociálunk, de mégis ez az otthona a programnak. Ez hogy történt? Mindez úgy, hogy ezt követően magam egy másik GTK-s tanár Amerikában töltötte a nyarat, és én is éppen 3 hónapot az óceánon túlon töltöttem, ahol, mint tudjuk, mindig az emberek megkérdezik, hogy hogy vagy, mosolyognak. Amit mi magyarok természetesen úgy gondolunk, hogy sokszor sok, és nem őszinte, de mégis ad egyfajta pluszt mindenkinek a napjához, főleg akkor, hogyha éppen rossz hangulatban van. És Kecsenőt Sándor tanár úr és Lukovics Miklós figyelemmel követték egymást a Facebookon, és innen született meg a projekt, hogy úgy döntöttek, hogy akkor ennek adni kellene egy lehetőséget, és vált vetve harcolnak ezért a kezdeményezésért. És te hogyan lettél tagja a csapatnak? Alapvetően is tagja voltam, mert utána a marketing kiránduláson is volt az első ilyen kis aktivista megmozdulásunk. Szentendrén, a Korzón kezdtük el az embereknek mosolygós matricát osztogatni és hasonlók. Szóval mondhatni, a kezdetektől ott voltam, sőt az első ilyen előadáson is. Ezt követően pedig a Bortéren és a Borfesztiválon is így összeültünk és beszélgettünk erről. És nagyságrendileg olyan 1 hónappal ezelőtt keresett fel Miki személyesen azzal, hogy látják, hogy mennyire lelkesen fogadom, és egy másik tanár is pozitívan nyilatkozott rólam, ezért bíztak meg ebben neves feladattal. És mi a célja a Mosoly projektnek? Alapvetően az a célja, hogy az életkörülményeinket javítsuk, az életminőségünket javítsuk. Én is sokszor észreveszem, amikor az ember a buszon közlekedik, vagy az utcán, hogy az emberek mennyire búskomorak, időnként rossz kedvűek. Természetesen nem azt szeretnénk, hogy mindenki, mint a vadalma, vigyorogjon 0-24-ben, de azért mégis mindannyian tudjuk, ránk férne egy kis pozitív hozzáállás. Ha jól tudom, akkor ez a program több pillérből áll. Mik ezeknek az alappillérei? 3 nagy alappillére van. Az elsőt a Rádió 88-al közösen indítottuk, miszerint sokszor ugye a vendéglátóhelyeken is nem éppen a legkitörőbb örömmel fogadnak. Ezért első körben a legmosolygósabb, legszimpatikusabb baristát keressük Szeged városában. Ez már el is indult, a Rádió 88-on keresztül nevezhette bárki kedvenc baristáját, felszolgálóját. Emellett pedig a mi részünk ebben a projektben pedig, hogy létrehoztunk egy applikációt, melyel bármelyik szegedi étteremben
minősíteni tudjuk az adott helyet, hogy mind az arculati elemek, vagy éppen maga felszolgálás mennyire mosolyogtat meg minket. És ezt követően, ha egy étterem elér egy bizonyos szintet, ezt követően egy eléggé neves kuratóriumunk van Szeged nagy arcaival, Gedzótól kezdve híres táncművészeken keresztül sok ember. Eldöntik, hogy az a hely érdemes arra, hogy megkapja a mosoly, mint brandet, mosolygós vendéglátóhely, mint brandet, és ezt követően ő megkapja ezt. Ezzel is egyfajta városmarketinget indítva, ez egy remélhetőleg egy rendkívül erős brand lesz, amely a mosolypont nevet fogja viselni. Ezen kívül másik két pillérünk van, az egyik egy mosoly challenge, amit szintén a Rádió 88-on indítottunk. Ez most december 31-ig, hétről hétre újabb mosoly challenge-eket indítunk. Ezen a héten például, hogy a Facebook profilképünkre kitehetünk egy mosolyprojekt kitűzőt. Ezt minden nap a Rádió 88, Café 88 című műsorában is bejelentik, és a közösségi felületeken kommunikáljuk. Mióta elindult ez a projekt, azóta te fokozottan odafigyelsz arra, hogy többet mosolyog, vagy ez eddig is jellemző volt rád? Úgy gondolom, hogy alapvetően egy mosolygós személy vagyok. Pont egyszer mondta az egyik legjobb barátnőm, amikor mondtam neki, hogy akkor bekerültem az egyetemre, hogy de az emberek olyan pozitívak, és mindenki olyan kedves velem, és ekkor mondta nekem azt, hogy hát persze, mert te mindig olyan kedvesen és mosolygósan állsz mindenkihez. Szóval én úgy gondolom, hogy az egyfajta képmutatás lenne, hogyha én most fokozottan arra figyelnék, hogy most mindenkire nagyon mosolyogjak. Én alapvetően ez szerintem egy ember-ember szituáció, amikor pozitívan és mosolygósan állunk egy másik személyhez szintúgy. Szóval nálam ez egy alapvető dolog. Sokan úgy vélik, hogy ha túl sokat mosolygunk, vagy folyamatosan, akkor az nem őszinte. Nem lehet, hogy akkor ez egy képmutatás, hogy így ráöltessük a másikra az akaratunkat? Én nem gondolom, hogy... És természetesen senkit nem szeretnénk ráöltetni, nem tartunk fegyvert senki fejéhez. Azt szeretnénk, hogy ez a mosoly belülről fakadjon, szóval maga, ha megteremtjük a körülményeket, amelyek körülvesznek minket a mindennapokban, mind a szórakozó helyektől kezdve a közösségi felületeken keresztül a hétköznapi életben, akkor remélhetőleg ez egy belülről fakadó és őszinte mosoly lesz. És milyen visszajelzéseket kaptok, mióta elindult? Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, legfőképp amikor a rádióban megtörtént a bejelentés, mind a közösségi felületeken és személyesen is, mert ugye mi személyesen is, például a Bortéren is mosolygós matricákat osztogatunk, és sokszor az első reakció, hogy ezért most fizetnem kell, vagy mit kell tennem. És pont a tegnapi nap folyamán mondta a Kecse nagy tanár úr, hogy az utcán egy idegen ember jött vele szembe, és már ő kérte a mosolygós matricát. Úgyhogy eddig szinte csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ha jól tudom, akkor az egyik magyar híres zenekar is nevét adta a programhoz. Kik lennének azok? A Punani Masszív című, vagy nevű zenekarnak van egy dala, amelynek a címe Mosoly. Ezt ugye a Mary Pop Kids zenekarral együtt szerezte, és ez a dal egyértelműen tükrözi a projekt célját is, és megtisztelt minket a menedzserük azzal, hogy felhasználhatjuk bármilyen cél érdekében a dalt. És végezetül elmondanád, akik kedvet kaptak ahhoz, hogy csatlakozzanak a programhoz, hogy milyen elérhetőségeitek vannak, és hogyan lehet csatlakozni? Persze, a weblapunk is van, ez egyértelműen a mosolyprojekt.hu weboldalon érhető el, és a legnagyobb közösségi felületen is, Facebookon is megtalálnak minket. Ez is a mosolyprojekt névre hallgat, úgyhogy mindenki érdeklődését és ötletét, észrevételét nagy örömmel várjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és köszönjük az információkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, tartsatok velünk legközelebb is.